Kis Lajosné a szervezett területi titkára üdvözölte a véradókat, majd a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény növendékei mutatták be az alkalomra készített műsorukat. A szívhez szóló dallamok után az alapfokú oktatás intézmény negyedik osztályos diákjai a közelgő karácsonyt idéző ünnepi produkcióval kedveskedtek az önkénteseknek. A programon Konc Ferenc Szerencs polgármestere köszönetet mondott az önkénteseknek az embertársaikért végzett segítségnyújtásért, majd Bobkó Géza köszöntötte a többszörös véradókat. A helyi Vöröskereszt elnöke beszédében többek között az önzetlen segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozta, amivel emberi életek menthetők meg. 70-szeres véradásért Lesinski Lajos, 60-szoros Mérész László, 50-szeres Havriló Jánosni és Lippai Zsolt oklevelet és tárgyutalmat kapott. A továbbiakban 40, 30, 20 és 10 szeres véradók vettek át emléklapot Kis Lajosnétól és Bobkó Gézától a Vörös Kereszt szerencsi ünnepségén.